Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy nyári napforduló jóslás. Nem csak jóslás van ezen a napon, június 21-én, hanem egy szertartás, hogy legyen egy fordulat az életedben. Természetesen jelentkezhetsz erre a szertartásra, mint egy ilyen energiai egyensúly. A részvétel díja 3500 forint, és most megtekintjük azt, mit üzennek a kártyák, milyen fordulat lesz. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és itt alattad a lelki társad, vagy jelentheti a férfiakat általánosságban. Amennyiben a lelki társadról van szó, itt látható, hogy megjelensz itt a feje fölött, tehát az ő gondolataiban ez a férfi gondol rád. Te ebbe az irányba tekintesz, és az utak jelentik itt a döntéseket, a változásokat, és itt előtted a horgony a munkát, a hivatást jelenti, a hátad mögött a gólyák utalnak a változásokra. Tehát itt lesz egy munkahelyi változás, vagy megvan a lehetőséged arra, hogy döntéseket hoz a munkát illetően. Az is lehet, hogy itt van két irány, két munkahely. Ami ezt a sarlót illeti, ez lehet az, hogy elbúcsúzol a munkahelyről, tehát lezársz valamit, de jelenthet meglepetéseket is, amikor ez az ajánlat olyan hirtelen jön, egy olyan pillanatban, amikor nem is számítottál erre. Itt a nap jelenti azt, hogy kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit, például ezeket a munkahelyi lehetőségeket, de jelenti az ő kisugárzását is, hiszen ez a férfi most a középpontban áll, és nagyon-nagyon magabiztos. Amit a nap még jelent, a vonzó erőt kettőtök között. És itt előttem megjelenik a csillagkép, a szerencsét hoz, jelentheti a sors utakat is, hogy minden úgy történik, ahogy a csillagokban, a sors könyvében ez meg van írva. Amennyiben itt munkáról, hivatásról van szó, a csillagok jelenthetik az asztrológiát, a kártyavetést, egy spirituális területet is, és ezáltal pénz jön a házhoz, hiszen a halak jelentik az anyagi dolgokat. Nem csak a bevételt, hanem a kála virág jelenti a tisztaságot. Itt kettőtök között tisztázódik valami, de az anyagiakat illetően is rendeződnek itt a dolgok. A hajó jelenti ehhez a reményt. Amit a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatokat, mint például barátságokat, vagy utazásokat. Ez az út lehet egy lelki út és egy belső út, mint például egy karmikus szerelmi kapcsolat kettőtök között. És itt tisztázódik valami az utazást illetően is, amit a kutya még jelenthet, az a hűség. És lesz egy kellemes meglepetés, erre utal a virágcsokor, vagy egy ajándék, vagy egy meghívás, de jelenti a te szépségedet, a jó ízlésedet is. A munkát illetően utalhat egy kreatív tevékenységre, vagy egy magáncég, egy vállalkozás. És itt lehetnek külföldi kapcsolatok, nyeremények. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!